Akinek félni valója van, az már most féljen, hiszen április 6-án a Jobbik kormányra kerülésével a tisztességes embereknek jobb lesz, a tisztességteleneknek pedig sokkal rosszabb. Ezt mondta Vona Gábor a Jobbik országjáró kampány körútján Békésen. A pártelnök hangsúlyozta, arcpirítónak tartja, hogy két héttel a választások előtt rajtuk kívül sem a Fidesz, sem az MSZP nem tudja a kitűzött céljait, és nem tudja a programjait a választópolgárok előtt bemutatni. Hozzátette, a Jobbik munkája a következő 4 évben a közbiztonság helyreállítására, az elszámoltatásra és a termelő munkahelyteremtésre fog épülni. Aztán szomorú aktualitás. Szerintünk mi a munkahely? 5 ismérve van a munkahelynek Magyarországon, magyar vállalkozások által, magyar embereknek, tisztességes fizetésért termelő munkát. Ez jelenti számomra a munkahely.